Hello, ez itt a Beginner Angler. Én Tibi vagyok, ez az új YouTube csatornám. A mai nap egy nagyon kedves barátomnak a horgásztavára látogattam el. Remélem, eredménnyel fogok járni ebben az évben, ez az első pecám. Sima aquapellet, Betex Special G Green zöld kajával. Csalinak kifejezetten édessel készültem. Mainline Wafters 8mm-es, hidegvízi. Steak produktnak két termékét hoztam. Egy pop-up ananászost, illetve egy Wafters eprest, illetve a mindig és nélkülözhetetlen Betex The Juice Dumbbells. A repertoáromból soha nem hiányozhatnak az attraktív adalékanyagok. Ebből egy publikus, Sanobec Lávarok, zöld színű, és van két titkos, éppen tesztelés alatt álló favorit. Srácok, úristen, most fogtam egy közel 13 kilós pontyot. Nem tudom pontosan, hogy mennyi, meg kell várnom, hogy valaki jöjjön reggel, hogy lemérje. Zseniálisan indul ez az év. Úristen, megint kapás, nem hiszem el, nem hiszem el. Gyerekek, ez se lesz egy szarha. És figyelj! Léda GT Concept Atom Light Faderbot. Azt néz, hogy viszi. Remélem, még egyszer kifogom. Ahogy már a videó elején is mondtam, párfajta csalit próbáltam váltogatni, de végül ki kellett vennem az egyik botot, mert egyszerűen nem bírtam a kapásoktól. Január 6-a. Éjszakai horgászat. Tuti, csak a hülyék jönnének ki. 3 halat fogtam. Egy 9, egy 11 és egy 13 kilós pontyot. Ami este tutira bevált, az a Steg Epres Waftersze, Aqua Uni pellet és a Betex zöld kajája panírral. És egy nagyon-nagyon titkos összetevővel lelocsolva. Ma a legnagyobb hal. Gyönyörű szép. 13,5 kiló. Három gyönyörű szép hallal és meg annyi emlékkel fogok ma távozni erről a tóról. Kicsit elfáradtam. A három kifogott halam fotójával fogok búcsúzni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Ha szeretnéd tudni, hogy mi volt az az atomfogós cucc, akkor kedveld az oldalam.